visszatértél a pályára, nem is akárhogy, mesélj egy kicsit, milyenek voltak ezek a percek a pályán. Fantasztikus érzés volt újra pályára lépni ilyen hosszú sérülés után, vagy sérülések után, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy így alakult, és így a góllal, ez fantasztikus, hogy 4-0-ra nyertünk, ennél jobbat nem is kívánhattam volna. Köszönöm a csapatnak. Jól kezdtük a mérkőzést, aztán az utolsó percet betettünk rá még kettőt, kellett egy kis plusz lendület, amit így hoztatok a végén? Ez mindig jó, hogy ha padról jövök, azért tudnak egy kis lendületet adni, de nagyon jól játszott a csapat végig, úgyhogy nagyon magabiztos teljesítmény volt, több helyzetünk is volt, úgyhogy nem hiszem, hogy ezen múlott a győzelmünk, de örülök, hogy így hozzá tudtam én is tenni. Most mi a következik? Figyelitek a videóton? Persze, figyeljük, reménykedünk egy picit a fociban, minden megtörténhet, átéltem már én is ezt személyesen, úgyhogy az utolsó pillanatokig bízni kell benne és hinni, nem a mi kezünkben van, de reméljük, hogy a Honvéd hasonló harcos és jó játékkal rukkol elő, mint múlt héten is. Szavasz, Rolikám, mit csinálsz? Szavasz, tesó, nem akarok lemaradni semmiről.